Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéja vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Dombóvári magazinját látják. A következő témákkal készültünk. Összefogással megújult az iskolaudvar. 17. Néptáncfesztivál, teltházas gálaműsor. Törökország, kávé és kultúra. A Föld napja, egy nap a holnapért. A Tolna vármegyei SC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium diákjai az idei ballagási ünnepséget már a megújult iskolaudvaron tarthatják. A több éves munka gyümölcse végre beérik az 500 diák nagy örömére. Újból egy sikeres összefogásról adhatok hírt, hiszen itt a szakközépiskola udvarát közösen a kancellár úrral, illetve igazgató úr közreműködésével fel tudjuk újítani. Készítünk rá már évek óta, csak egyik oldalon sem találkozott a szándék a forrással. Az idei év olyan szerencsésen alakult, hogy mind a fenntartó, mind pedig az önkormányzat tudta biztosítani ezt a forrást, hogy itt a térkövezés el tudjunk készülni. Mint látszik a munkálatok során, most már az a része következik, amikor a látványos rész. Az önkormányzat biztosította az 1000 négyzetméter térkövet, ez egy mediterrán hangulatú épület, ehhez viszonyítva került kiválasztásra a térkő is, és az összes munkát, illetve a köveket, amelyet a térkő alá kell helyezni, az pedig a kancellár úr vállalta magára. Azt gondolom, hogy a diákok egy picivel előbb, de szülők a ballagás mentén vehetik birtokba az iskolának az új udvarát. Az iskolaigazgató elmondta nekünk, milyen nagyszerű fejlesztések történtek az elmúlt időszakban az intézményben. Az elmúlt 2-3 évben nagyon sok fejlesztés megvalósult az iskolánkban. Egyrészt eszközöket fejlesztettünk, nagyon sok oktatási eszközt, másrészt pedig infrastruktúrális fejlesztések is zajlottak. Az utóbbi tekintetében azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb és leglátványosabb fejlesztés, ami itt az utóbbi időben lezajlott. Nagyon-nagyon örülünk neki, és nagyon örülünk ennek a megállapodásnak, ami létrejött a Tolna Vármegyei Szakközépiskolai Centrum és a Dombóvár Város önkormányzata között, és ezúttal is szeretnék megköszönni, hogy ez megvalósulhatott a polgármester úrnak, a képviselőtestületnek, illetve kancellár úrnak, hogy ilyen sokat épülhetett ismét az iskolánk. Minden bizonnyal nagyon sokat fogjuk használni ezt az udvart, mert hogy az ünnepségeink és a hétköznapjaink is így zajlanak, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy ez végre létrejött és megszépülhetett. Április 19-én megtelt a Dombóvári Művelődési Ház, ugyanis a 17. Néptáncfesztivál alkalmából adták elő tánctudásokat a város óvodásai. A nézőknek nívós előadásban lehetett részük a 120 kisgyermek által. Igazán örömteli nap a mai Dombóvár életében, hiszen a hagyományoknak megfelelően óvodáink jöttek ma össze, és egy vidékről érkező település is itt van, hiszen Őcsény 10 éve résztvevője ennek a rendezvény sorozatnak. Ez a rendezvény 20 éve született meg gondolati szinten, és Isten igazából ma jubileumot ünnepelnek, hogyha a pandémia nem szólt volna közbe, de sajnos ez csak a 17. Külön örömteli számomra, hogy a mai nap több generációt összehoz, hiszen a legkisebbtől a legnagyobbakig, hiszen szülők, nagyszülők ott ülnek a nézők sorába, gyerekek izgulnak, hogy amit tanultak évközben sikeresen elő tudják adni. Természetesen igen, hiszen ők nem tudnak hibázni, mindig mosolyognak, és hogyha hibáznak, akkor se veszik észre, és nem adnak már erről jelet. Nagyon remélem, hogy ez a hagyomány tovább tud folytatódni, hiszen a hagyományon generációkat összeköt, amit említettem volt, és hogyha az idő alattában megyünk előre, akkor a szülőkből nagyszülők lesznek, és ez így megy tovább, remélem még a világ, és Dombóváron a hagyományokat ápolni fogjuk. A kolléganőimmel közösen szervezzük, így most már 10 éve mi szervezzük, de maga a program az 2004-ben indult, útjára az óvoda akkori dolgozói indították el. A mi feladatunk 2024-ben csupán annyi, hogy a nívós eseményt örökül ápoljuk, és továbbra is vigyük, továbbra is fenntartsuk. A fesztivál célja akkor is és most is a népi hagyományok ápolása és átörökítése a következő nemzedékek számára. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek nemzeti és nemzetiségi identitástudatát is formáljuk. A zene és a tánc fejlesztő hatásáról nem szabad elfeledkezni, a zenei képességek fejlesztésével intenzíven fejlődnek a gyermekek valamennyi képessége. A zenei nevelés minősége az elmúlt évtizedek alatt ugyan változott, de nekünk pedagógusoknak az a feladatunk, hogy formáljuk a gyermekek zenei ízlésvilágát és a népzene közvetítésével.
Egy volt kolléganőm szavai jutnak ilyenkor eszembe. Rajtunk, pedagógusokon múlik, hogyan alakítjuk ki a gyermekekben a zene, a tánc, az éneklés iránti igényüket. Miként alapozzuk meg a zenei anyanyelvüket. Örülünk egymás sikerének, és tapsunkkal éltetjük tulajdonképpen a gyerekeknek a produkcióit. A nyugalmazott óvónő meghatódva nézte az idei műsort is. Én falusi környezetben nőttem fel, ahol élt a néphagyomány. Az én szüleim még gyakorolták, ugye vallással szorosan összekapcsolva. Én abban nőttem fel, és ugye mindig a pozitív oldalát hallottam. Anyukám mindig mesélte, hogy amikor a táncházba mentek, apukám is énekelte, hogy a kalapomon hármasával a rózsa. És akkor így bennem maradt. 20 éve született meg ez a gondolat, mikor egy néphagyomány továbbképzésen voltam Győrbe, és ott a Néptánc Fesztiválra meghívást kaptunk egyik Dunaszentpáli kolléganőtől, és akkor született meg az a gondolat, hogy hát itt vagyunk mi Tolna megyébe, az élő néphagyomány közepébe, mert ugye a környező falvakban még javába élt a néphagyomány. És akkor, mikor jöttünk hazafele, mert elmentünk erre a győri Dunapent-Szentpáli Néptáncfesztiválra, és hazafele a buszon már beszélgettük, hogy hát ezt nekünk is meg kell csinálni. Ott született meg, és a következő évben a környező falvakból, minden óvodából meghívtuk a tánccsoportokat, élő néphagyománnyal, egy csomó népi játékkal, a gyönyörű viseletekkel, a népviselettel, és hát nagyon-nagyon jól sikerült. Most meg már ugye kibővült a német hagyományokkal is, most meg azért mondjuk, hogy jól sikerült, mert közös magyar-német hagyomány együtt. Talán a néphagyomány és városban annyira nem él, mint faluba. Kell hozzá egy összefogó, vagy egy összetartó erő, aki biztatja őket. Meg hát abból azon múlik minden, hogy szeretik-e a néphagyományt. Azt viszont nem lehet elfelejteni, mert az a múltunk a jövőnk. A sárközi kultúrát képviselő Öcsényi Egyesülettel 10 éve szoros az együttműködés, és a jövőben is így terveznek tenni. Folyamatosan meghívást kapunk erre a rendezvényre, amit mi nagyon nagy örömmel és nagyon szívesen veszünk részt minden egyes alkalommal, minden évben, mert ezekkel a tündéri kisgyerekeknek táncolni és gyerekekkel együtt táncolni, azt hiszem, hogy ez mindent megér. A gála után az intézmény aulájában folytatódott közös táncházzal a nap. A Dombováriak a nagyvilágban című előadássorozat nagy népszerűségnek örvend. Legutóbb a török kultúráról és kávéról hallhattunk egy remek előadást. Törökországot azért választottam, mert 2 hónapot töltöttem Törökország ösztöndíjasként, és nagyon nagy hatást tett rám a török kultúra, a török emberek, illetve a török embereknek a vendégszeretete, illetve kedvessége. És ami nagyon érdekes, ez már az előadáson ki fog derülni, hogy a törökök számára a teázás, kávézás az egy összetartó erő, ami a munkahelyi közösségeket és a családi közösségeket is összetartja. Úgyhogy majd remélem, hogy az előadás végére világossá válik, hogy miért is forog minden Törökországban a fincsa körül. De mielőtt belevágnánk... Spengler Gabriella bár sokfelé járt a világban, szeret visszatérni gyökereihez, szívesen érkezett most is a művelődési házba. Már tartott itt Portugáliáról is előadást, most egy másik ország került terítékre. Mindkét országban ösztöndíjjal voltam. Törökországban doktori tanulmányaim alatt voltam 2 hónapot ösztöndíjjal, Portugáliában pedig 3 évig dolgoztam, ott is szintén ösztöndíjjal voltam kint. Ez egy tematikus előadássorozat, amelyet dombováriak vagy dombovári kötődésű emberek tartanak. Különböző országokról vagy régiókról külföldön, ahol jártak, vagy amit fontosnak éreznek. Dombováron születtem. Jelenleg Szegeden élek és ott dolgozom, de nagyon gyakran visszajárok ide, mert itt él a családom. A Szegedi Tudományi Egyetemen dolgozom, és Dombovárhoz nagyon sok más szállal is kötődöm, tehát a barátságok, a régi emlékek azok ide kötnek, és ezért is szeretek ide jönni és részt venni ezekben a programokban. Törökország egy nagyon sokszínű és egy nagyon multikulturális országnak mondható, nagyon elfogadóak, nagyon szorgalmas emberek és nagyon vendégszeretőek. Tehát nekem így az összes ország közül, ahol már a tanulmányaim vagy munkám során jártam, ez áll hozzám a legközelebb.
mert nagyon kedvesek voltak a mentoraim, akikkel ott találkoztam, illetve a kollégáim is nagyon-nagyon sokat támogattak, és beengedtek minket, vendégkutatókat a saját életükbe is, tehát meghívtak minket grillezni, kirándulni, tehát nagyon jó élmény volt ott dolgozni, annak ellenére, hogy sokat kellett dolgozni természetesen. A Pamukkal Egyetemnek a biofizikai intézetében dolgoztam, és bakteriofágokkal végeztünk kísérleteket, tehát ez egy ilyen elég speciális mikrobiológiai téma, amit ott csináltunk. Magyarország és Törökország között bár vannak kulturális különbségek, az utazó csak kellemes élményekkel gazdagodott. Csak pozitív tapasztalatom volt, mert én Nyugat-Törökországban voltam, Denizli városban, ami azért a Kelet-Törökországhoz képest teljesen más, tehát ez egy inkább ilyen európai jellegű régiója Törökországnak, tehát itt azért a vallási előírásokat sem követik annyira szigorúan, mint Törökország keleti részén, tehát ez nem okozott különösebb problémát. Illetve az étkezésnél ugye el kell fogadni azt, amit az iszlám előír, tehát azokat az ételeket lehet csak enni, de ez sem okozott problémát, mert annyira sokszínű a konyha, hogy megtaláltam azt, ami számomra kedves volt. Egy dologgal gyűlt meg a bajom volt, amikor a mentorom meghívott grillezni, akkor volt ott birka és mindenféle ilyen kecske sült, azokat nem annyira szerettem meg. Ahol én voltam, én Denizlibe voltam, Denizlitől néhány kilométerre található Hierapolis és Pamukkal, ami egy ilyen nagy turista célpont, és ott van egy nagyon híres római kori fürdő, és ezt megnéztük a kollégáimmal, és ez egy nagyon nagy élmény volt. Tehát már a rómaiak is olyan magas szintű fürdőkultúrával rendelkeztek, hogy ez még ma is látható ennek a nyomai. Tehát ott ilyen melegvízű források vannak azon a vidéken. Köztudott, hogy ebben az országban a kávézásra és a teázásra is nagy hangsúlyt fektetnek. Ez is a török kávé szóból származik, tehát amikor reggel kávét főzünk, akkor a török örökségünket kevergetjük ott éppen, mert hogy ez tőlük jött Magyarországra. Rész kávé főze jazzbe, amelyben ahány csészényi kávét készítünk, annyi vizet kell beletenni, és annyi kanál kávét, illetve cukrot is előre bele kell tenni, és ezt a kávét háromszor felforralják. A török kávé, hoztam török kávét, és az ott a hátsó asztalon megtekinthető, az nagyon finomra van őrölve, kicsit ilyen púderes állagú, nagyon finom. És Törökországban van egy olyan mondás, hogy csak az mehet férhez, aki jól kávét tud főzni. Tehát ez egy ilyen nagyon alapvető dolog. A törökök a 16. században Jemenből kapták az első kávébab szemeket, amelyeket ugye első Szulajmán szultán kapott ajándékba, és később pedig Szíriából származó két kereskedő nyitotta meg az első kávéházakat. Először Isztambulban nyíltak az első kávéházak, később pedig egész Törökországban elterjedtek. A tea nem volt őshonos az országban, később azonban közkedvelt italukká vált. A teázásnak közösségformáló ereje is van a török kultúrában. A megtapasztalt vendégszeretetnek és kedvességnek köszönhető, hogy Gabriella visszavágyik még az országba. Ez pedig a teás csésze, amelybe török teát öntenek. 20. századra tehető a fénykora, és ez egy nemzeti italá vált a törököknél a tea. És ez is természetesen Kemal Atatürkhöz fűződik. A barátaim azok ott vannak, és mindig hívnak, hogy hát keressek valami lehetőséget, hogy meg tudjam őket látogatni, úgyhogy tervezem, hogy visszatérek majd egy rövid időre. A helyszínen török ételeket, ropogtatnivalókat is megkóstolhattunk, sőt, megtekinthettük a török kávét is. 1970 óta április 22-e a Föld napja, vagyis egy nap a holnapért. Gondoljuk végig, azóta mi minden történt. A tudományos élet tudja, hogy mit kellene tenni, hogyan kellene élnünk, tudja a kormányzat, és tudják az emberek is. Tudatos életmódra van szükség, és változtatásokra a mindennapjainkban. A hulladékunk körülbelül 37%-a szerves. Ez azt jelenti, hogy ennyi élelmiszer kerül a kukába. A címzetes egyetemi docens, a Nemzeti Biometán és Biogáz Iparközi Egyesület elnökével beszélgettünk, Molnár István ügyvezető igazgatóval, aki klímakutatást is végzett, és a zöld energiában látja a jövőt. Az, hogy klímaváltozás, ezt ma már tapasztaljuk. Ugye volt két rettenetesen nagy asszályos év mögöttünk, aztán volt egy nagyon csapadékos év mögöttünk, és ez perc alatt meg tudja változtatni az életünket. Az, hogy klímaváltozás van, ez sajnos ma minden egyes ember már érzi a bőrén az élelmiszer áremelkedésekkel, az élelmiszer biztonság megváltozásával, azzal, hogy valami van, vagy valami nincs egyik percről a másikra.
Ugye tudjuk azt, hogy a klímaváltozást a társadalmunk, a szokásaink, az életvitelünkből származó széndioxid kibocsátás és metán kibocsátás okozza. Erre ugye vannak különböző pontok a világon, aki ebbe beleássa magát, azt tudja, ahol mérik konkrétan műszerekkel a levegő CO2-jének a változását és a metántartalom változását. Metánt azt két pontban kell vizsgálni, a földfelszíni, tehát a surface metán kibocsátást, illetve a magas légköri metánt, ami isten igazából gondot okozza. És innen jönnek azok a problémák, amiket a társadalmunk nem ért meg. Az, hogy a földfelszínen hol van a metán kibocsátás, az nincs összefüggésben azzal, hogy a klíma hol fog megváltozni. Mert a metán egy könnyű gáz, ami elszáll a levegőbe és megy fölfele, és a magas légkörben koncentrálódik. A föld forgásából adódóan ez akárhol történik, össze fog keveredni, és az egész világra kihatása van. A metán 23-24-szer nagyobb üvegházhatást okozó gáz, mint a széndioxid. Evidens, a széndioxid is fontos, de alapvetően a metánnal kell foglalkozni. A metánt ugye többféle forrásból származik, elsősorban a megváltozott fogyasztói szokásunkból. Több állatot tartunk. Az állat részben saját maga előállítja a metánt, ugye a szarvasmarha kérődzik, a sertés meg hát ugye van input oldala, meg output oldala, tehát ugye tráját bocsát ki. És ennek a trájának a lebomlása során hatalmas minőségű metán képződik, ami megy föl a klímába. Vannak erre különböző technológiák, hogy hogyan lehet ezt csökkenteni. Ugye erről szól a biogáz technológia, hogy teljesen másképp használjuk föl, és helyezzük el a trágyát, bocsánat, az embernek is van trágyája. Tehát ez a 8 milliárd ember a Földön most már elég tisztességes metánkibocsátással rendelkezik, csak saját maga. De ha megnézzük a környezetünket, akkor itt is. Tehát az egy dolog, hogy lehúzzuk a WC-t, és ezzel azt hiszük, hogy el van felejtve minden. Nem, ennek hatalmas CO2 lábnyoma van az életünkben. A klímánknak az egyre szélsőségesebb megjelenését a mindennapi életünkben. Ahhoz, hogy sikeresen küzdjünk, és hatékonyak legyünk a klímaváltozásra szemben, örök mondat, hogy cselekedj lokálisan, gondolkodj globálisan, tehát mindenkinek oda kell magát rakni annak érdekében, hogy ez a klímaváltozás elleni küzdelem sikeres legyen. Az, hogy egy-egy szegmest megváltoztatunk, elektromos autókat hozunk be, igen, ez pár százalékban belejátszik. De ezek az autók is csak akkor környezetbarátak, hogyha a hozzájuk tartozó villamosenergia előállítása környezetbarát. Hogyan lehet tenni a beindult klímaváltozási folyamatok ellen? Nagyon okszerűen, és sajnos elvesztettünk jó pár évet az életünkből. Ugye ez a klímaváltozás elkezdődött valamikor, amikor már érezhető volt mindenhol, és már Magyarországon is, 2002-2004 környékén. Akkor már el kellett volna kezdeni a fiatalainkat, az akkori általános iskolába lévő járó gyerekeket tanítani és magyarázni nekik, hogy másképp kell élni a mindennapi életünket. Föl kell áldozni az életünkből pár dolgot. Azért, hogy ez a klímaváltozás legalább tompítva legyen, vagy, uram, bocsán, megpróbáljuk visszafordítani. Erről szólnak a különböző egyezmények, a kiotói, a párizsi egyezmények, ahol az egész világ azért killódik ezzel és küzd ezzel. De hát ugye nekünk az agyokat kell megváltoztatni, a szemléletet kell megváltoztatni, és ezt a legnehezebb, ezt elárulom. Tehát nagyon-nagyon nehéz lemondani a jóról, a kényelmes életről, a túlköltelkezésről, az élelmiszer oldalon, sorolhatnám a nylon csomagolásról,
és a legkisebb műanyagpálcika eldobásaig sorolhatnánk azokat, hogy mit jelent a klímavédelem, és mit jelent a környezetvédelem. És igen, ebben is igaza van, hogy nagyon meg kellene válogatnunk azt, hogy mit veszünk le a polcról. Mennyire környezetbarát az a termék, mibe van becsomagolva, hogy néz ki, hány gramos, mert utána kidobjuk a szemétbe. És Magyarországon is, mondom, közel 40% a szemétnek erjeszthető, tehát magyarul kaját dobunk ki. A kajának az előállítása és a föld lakosainak CO2 kibocsátásának 37% az élelmiszer előállításból adódik közvetlenül. Brutális szám. Tehát, hogyha meg tudjuk spórolni az élelmiszeren 10-15%-ot, akkor 3-4-5%-os kihatást tettünk a CO2 kibocsátásra. Tehát a tudatos élet, vitel és a vásárlás az elsődleges. Mit tehetünk mi? Sokat. Zöldítsük környezetünket, ültessünk fát, termeljünk haszonnövényeket, komposztáljunk, ne vásároljunk csomagoltat, éljünk műanyagok nélkül, félkész kéz helyett fogyasszunk friss hazait, együnk kevesebb állatit. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök a Tolnatáj Televízió Dombovári magazinját látták. Viszontlátásra!